Bekondás kérjük, hogy oldassak fel előre. Ugye a dolog arról szól, hogy radikálissá teszünk a fellépést. Sokkal radikálisabbá, mint eddig bármikor volt. És egy szlájdot pontosan Egerszegi Tibi és Vodor Sándorék csináltak Krisztivel és a többiekkel már ebben az ügyben. Azt tartja a szakirodalom, hogy az éjség sztrájk az a legradikálisabb kifejezése annak, hogy valami nem tetszik, valami más szeretnénk. Azt mondják, hogy demokráciában nem is illik ilyet csinálni. Mivel nálunk nincs demokrácia, azt mondom, hogy nem csak, hogy nem illik, hanem kötelező olyat csinálni, ami nagyon fáj, ami nagyon üt, amitől, hogy mondjam, olyan, azt mondják, hogy ez már olyan, mintha tömeggyilkosságot követett volna el valaki. Én azt gondolom, hasonlóan üt, főleg, hogy úgy csináljuk meg, hogy Kövér László, aki egy jelkép, hiszen a parlament elnöke, az ő házánál fogjuk ezt megtenni, az ő családja előtt. A házelnök házánál az utcán a főjelmondata ennek, hiszen nagyon sok embernek vették el a házát, és az utcára került. 72 órán keresztül, mert Bélát is és engem is, a 72 órás bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt cseszletnek leginkább. És egy sztrájk, mert eznek éheznek Magyarországon, vagy még ennél is többen egy politikus bűnözők által, vagy az ő hibájuk miatt. Alvás nélkül, mert százezrek nem tudnak aludni Magyarországon a kifosztás miatt. Akik éjjel is azon gondolkodnak, hogy hogy fogom fizetni, mi lesz, ha elveszik a házamat, hova forduljak, fogalma nincs róla, és ebben benne van a média is, mert nem mondja el nekik, hogy hova forduljanak, nem mondja el, hogy nincs olyan nagy baj, nem mondja el azt, hogy ha valakinek felmondja valamit a szerződést, a leggyorsabban is minimum egy év, amíg biztosan a házában marad, és akkor nem lenne öngyilkos, amikor felmondják. És ezek az emberek nem tudnak aludni. És hogyha még egy kicsit piszkálódik is, akkor 3-4 év is lehet, mire eljutunk oda, hogy el kell hagyni a házát. De ők eddig nem alszanak. Úgyhogy mi most 72 órán keresztül nem alszunk, csak akkor, hogyha eldőlünk. De akkor is megpróbálunk, mint annak idején a Janicsárok az egri csillagokban lábgyára támasztodva aludni egy kicsit. És csak tiszta vizet veszünk magunkhoz ez idő alatt, mert Magyarország legnagyobb kincse a tiszta ivóvíz. És nem hagyjuk a vízünket sem, nem hagyjuk a házunkat, nem hagyjuk a hazánkat. Ez a miénk, ezért kiállunk. Ha ez az kell, hogy éhezzünk, ha ez az kell, hogy megmutassuk magunkat, akkor megfogjuk. Ha ez az kell, hogy szabálysértéseket varjanak a nyakunkba, mi megtesszük. Itt az a kérdés, hogy hányan fogtok jönni, milyen sűrű, hány ember meri ugyanígy bevállalni. Mert ha mindenki ugyanígy bevállalja, csak ez a 100 ember úgy, mint mi, és mindenkihoz újabb több száz ember, akkor a 100-100 vár is 10 000. És fogjuk magunkat, és megnyertük a csatát. Hétfőn kezdünk 16 órától, csütörtök 16 óráig tart, csütörtök 16-ra várunk mindenkit oda, ha elég sokan vagyunk, akkor egy hangos demonstrációval fogjuk befejezni. Ha nem olyan sokan vagyunk, akkor ha lesz még erőnk, akkor elmegyünk hozzánk oda az irodába, ahol össze szoktunk gyűlni, és egy kicsit beszélgetünk. Most pedig átadom Pilmai Andrásnak a szót. Köszönöm. Szervusztok, Pilmai András vagyok. Azt szeretném mondani, hogy ugye a médiákhoz mentünk ma, én nagyon örültem ennek, hogy ezt kitalálta, ezt a programot. Viszont szeretnék mindenkit kérni arra, hogy otthon a Facebookján figyeljen rá, hogy milyen hírek vannak külföldről, az Európai Parlamentből. Na, múltkor néztem egy közvetítést, és az úriember, aki főszólalt a háta mögött, 782-es szám volt a széken. Tehát ott abban a parlamentből volt a 782. ember, aki beszélt. Több ezer órányi anyag van, amit beszélnek, és idéznék egy nagyon picit az egyiknek a felszólalásából. Én csak arra kérek benneteket, hogy gondolkodjatok el azon, hogy hány ezer órát beszélhettek még rólunk, beszélgethettek a problémánkról, csak a média nem adta le. Ez az úriember 2013. 4. 16-án szólalt fel, sajnos a nevét nem tudom kiolvasni, mert elég kuncitúl volt írva, a lényeg, amit mondott. 1850-es évek Amerikájában az a bankár kötelet kapott, ha olyan pénzt kölcsönzött, ami nem volt az övé. Amit valójában folyik, az nem más, mint a bankárok által elkövetett bűncselekmény. Ezt nem én mondom, Pilmai András, ezt az Európai Parlamentben mondta el egy képviselő.
meg kellene keresni az úriembert, és meg kellene esetleg a követség előtt egy szimpatia tüntetésen fogunk gondolkozni. De biztos van más képviselő. Én mindig azt mondom, hogy akkor mi hangzott el még ottan. Ő azt mondta, hogy miközben még egyetlen egy bankár sem küldtek börtönbe. Ez ő szerinte égbe kiáltó. Milliárdokat vesznek el adófizetőktől, és egy bankár sincs a börtönbe. Ez szégyen és gyalázat. Ezt ismét mondom, nem én mondtam, ő mondta. És ő szeretne néhány embert a központi bankárok közül börtönbe látni, és ennek most már véget kell vetni. Aki ezt az anyagot szeretné nézni, nézze meg az én oldalamon. Facebookon lejjebb görgetve biztos megtalálja, ha csak a média ki nem vette onnan. De arra kérek mindenkit, aki talál ilyen hozzászólást, gyűjtsük, mert kellenek nekünk a háttérszimpatizánsok is, kellenek az olyan országbeli képviselők, akik tudják, hogy mi folyik igazán. Csak azt se tudják, az ő országukban maximum 5% kamatról hallanak. Mi meg vígan belemegyünk abba, hogy az aranyadért 40% kezelési költséget számolnak föl. Mert mi ezt szoktuk meg. Gondolkodjatok. A másik, ami nagyon fontos, hogy hányan vagyunk, mindig elhangzott. Én azon csodálkozom, hogy 1956-ban régi felvételeken nézve tömve voltak az utcán emberek. Teli volt. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon. Mindenki szólt a másiknak a munkahelyén, meg az utcába, hogy gyere, ki kell menni. És hirtelen kimentek az emberek. És nem mindenki csak Pestre jött föl, hanem fönn Debrecenbe, vagy lent Gyulán, nem látlak képfegyőszivel, bocsánat. Mindenki megcsinálta a saját városába a saját maga munkáját. És ez nagyon fontos, hogy mindenki tegyen a saját városában is. Lacitól kérjen tanácsot, tud el és a funkcukkodást tenni. Köszönöm szépen!